took a night. A rider came from the ocean. Was it just imagination made me fall in love with a perfect stranger? Támogatunk a MyAction Cam, a drift kamerák hivatalos forgalmazója. Valamint a Danger Bikes. Nézz be hozzánk! Veszélyes, de megéri. Média partnerünk a motorinfo.hu. A motocross rovat média partnere az mxonline.hu. Nem sok ideje maradt pihenni német Kornélnak a nemzetek rossza után. Szinte azonnal elkezdett készülni egy még nagyobb nemzetközi eseményre, a hatfordulós Super Enduro világbajnokságra, ahol egyedüli magyarként képviseli hazánkat. Igazából a motocrossnak is az Enduro-nak a keveréke. Ez úgy alakult ki, hogy ugye az Enduro pályákon benne az erdőben voltak kövek és fák ugye eldőlve, és ezeket kihozták az erdőből, és lefektették egy sík terepre, kihozták a köveket, és ezen át kell menni. Az Endurohoz képest annyi, hogy mi starttal indulunk, mint a motocrossba, tehát 12 vagy 16 fő van a döntőbe, és ők elstartolnak, és mennek ezen a rövid Enduro pályán, és ezt Enduro Crossnak hívják, vagy Európában Super Enduronak. A terepmotorozás ezen műfaja a motor felkészítését illetően is szigorú feltételeket támaszt a versenyzők elé. Igazából a motornak meg kell felelni tehát a közútra, hogy a közúton lehessen vele menni. Nyilván az indexet meg ilyesmit nem kell használnunk, de ugyanúgy be kell mutatnunk a forgalmiát a motornak, kell, hogy vizsga legyen rajta. Az, hogy milyen erős, azt annyira nem kontrollálják, nem is kell, tehát igazából szabadon lehet dolgozni. Az amerikaiak az amerikai bajnokságban mennek, ők cross motorral mennek inkább. Nekem ez az Enduro, ez igazából a favoritom, tehát én nagyon szeretem ezt a gépet. A HTS KTM versenyzőjének nem lesz ismeretlen a terep. A tavalyi évben már bizonyította tehetségét. A világbajnokokkal teli mezőnyben az év újonca lett. Ez viszont nem jelenti azt, hogy kisebb kihívás lesz számára az idei bajnokság. Rengeteg gyári pilótánk lesz most ebben az évben. A KTM-hoz 3 gyári pilótát, a Husqvarna-hoz 2 gyári pilótát, ugye én ott leszek. Vannak olasz márkák, akik hoznak gyári pilótát Amerikából, akik az amerikai bajnokság elejébe, illetve nyerni tudnak futamokat. Úgyhogy egy kemény mezőny lesz, az Erzberg győztes ott lesz, ugye ahogy ott is volt tavaly már. Ezzel párhuzamosan mi is fejlődtünk, tehát itt például a Dirt Parkban voltam tavaly kétszer, amikor készült a pálya, és rögtön mentünk a VB-re. Tök széria motorral mentem, még az indexeket a versenyen vettem le, tehát igazából ahhoz képest iszonyat nagyot fejlődtünk. Mint óra, üzemóra van bennem, a motor ugye be van állítva úgy, ahogy kell. Úgyhogy hát mindenképp szeretnék a pódiumon párszor végezni versenyen, és hát úgy az álmunk ugye az, hogy az év végén ugye top 3-ban legyünk. A Super Enduro világbajnokságon Nagy-Britannia, Lengyelország, Spanyolország és Franciaország mellett Brazíliában és Mexikóban is lesz egy nagy díj. Német Kornél tehát nem fog unatkozni ezen a télen, de egy évvégi jó helyezés bizonyára felettetni fogja a felkészülés és a versenyzés fáradalmait. Támogatunk a MyAction Cam, a drift kamerák hivatalos forgalmazója.
valamint a Danger Bikes. Nézd be hozzánk! Veszélyes, de megéri. Médiapartnerünk a motorinfo.hu.